A nemi szervek környéki gyulladások, végbél környéki gyulladások, esetlegesen daganatok, illetve a szájüreg, az orrüreg, az orgarati rész és a gége gyulladásos, illetve súlyos daganatos megbetegedései azok, ahol fiúk esetében ez a kórokozó manifesztálódni tud, és nagyon rossz indulatú betegségeket okoz. Győri Gábor szekszádi gyerekorvos éppen arról beszél, milyen rossz indulatú, akár halálos betegségeket is okozhat a HPV vírus fiúknál. A kutatók bebizonyították, hogy a vírus nem csak nőket, hanem férfiakat is érinthet, és nem csak méhnyakrákot vagy szemölcsöt okozhat, hanem szájüregi és garatrákokat is. Ez a vírus elsősorban szexuális úton terjed. Nem véletlen az az életkor, amikor ezt az oltást megkapják a diákok az iskolákban. Reményeink szerint a szexualitás ebben az életkorban még nem kezdődik el, tehát a gyerekek még nem fertőzöttek, viszont ebben az életkorban igazoltan a legnagyobb és a legerőteljesebb a védőoltásra adott immunválasz. Úgyhogy ez nagyon jó dolog. Én mindenkit arra szeretnék kérni, hogy alapos megfontolás után kérjék a gyermekeiknek ezt a védőoltást. Idén ősztől nem csak a lányoknak, hanem a fiúknak is ingyenes a védőoltás. A vakcinát a szülői beleegyező nyilatkozat után az iskolákban kapják meg a tanulók. A diákok két oltást kapnak, és önkéntes alapon történik azok beadása. Győri Gábor azt mondja, a magárendelésen eddig 1 tucat szülő kérte kisfiának a HPV elleni védőoltást. Magyarországon egyébként 2014-ben vezették be a 12. életévüket betöltött 7. lányok HPV oltását. Az iskolai kampányoltás keretében az átoltottság ebben a korosztályban elérte a 81%-ot. A fiúk esetében most bevezetett oltással a vírus cirkulációja jó esetben lezárható lesz a kutatók szerint. Az Egyesült Királyságban az oltás bevezetése utáni 8 éven belül közel 90%-kal csökkent a leggyakoribb HPV típusok gyakorisága a 19 és 21 éves oltott nők körében.